engedélyezték az amerikai hatóságok, hogy a Boeing 737 MAX típusú repülőgép újra repülhessen. Ezzel véget ért az a 20 hónapos kényszerszünet, amit két halálos repülő szerencsétlenséget követően rendeltek el. Az amerikai légügyi hatóság határozata szerint a világ légügyi hatóságainak példátlan összefogásával sikerült a repülőgépen elvégzett módosításokat engedélyezni. De a tervek nem elegendőek, azokat végre is kell hajtani, mielőtt felszállhatnak a gépek. Az elmúlt 20 hónap közös munkája és az általam is elvégzett tesztrepülések, alapján azt mondhatom, hogy 100%-os nyugalommal ülnék a családommal együtt erre a típusra, mondta az amerikai hivatal vezetője. Ez a legfontosabb fejlemény azóta, hogy a Maxokat a földre parancsolták 2 éve. Most azt állítja az amerikai hatóság, hogy biztonságos a típus, így legalább az Egyesült Államokban újra forgalomba állhat, és aztán majd meglátjuk, hogy a világ többi része hogyan reagál, mondta egy légügyi szakértő. Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség várhatóan az idei év végéig közzéteszi a típusra vonatkozó új direktívát, ami engedélyezi a repülést. Ezután a pilótáknak újra tréningezniük kell, és a szerelőknek is fel kell készíteniük az eddig leállított repülőket. A repülőgép típus számítógépes vezérlésének zavara vezetett oda, hogy 2018-ban és 2019-ben összesen 346 ember vesztette életét ezen a típuson. A gyártó és a hatóságok szerint ennek az időszaknak azonban vége.